Sziasztok! Emlékeztek még a Bippen füzetekre a 90-es évekből? Sok-sok év után sikerült fellelnem egy még ma is működő tollat, amit ezekhez a füzetekhez adtak annak idején. A hangja sokaknak ismerős lehet. A zöld fény a hanggal együtt a helyes válasz lehetőségénél jelzett, a piros pedig a rossz válasznál. A füzetek mellé még egy Bippen enciklopédiát is beszereztem, amelyben tucatnyi játék lehetőség van. Ennyit a Bippenről, most pedig egy másik játékról szeretnék beszélni. A Mutex jó néhány évtizeddel ezelőtt, talán a 80-as évek végén, amiről sajnos nincs pontos információm, kihozott néhány gyorsan lejátszható társasjátékot. Érzékelő játék címen a Skálakóp forgalmazta őket. Amit a videóban bemutatok nektek, az a tapintással kapcsolatos játék. Ezt a darabot épp hogy meg tudtam menteni is, így be tudom nektek mutatni. A játék első változatáról nincs információm, de a harmadikról annyit tudok, hogy annál a súlyérzékelésre fókuszáltak a készítők. Mint azt lehet látni, a doboz a korához képest kitűnő állapotban maradt meg. Örömmel tapasztaltam, hogy a kilökésre ítélt játéknak minden tartozéka megvan. Nem sok minden kell hozzá. A dobozban 6 pár kisebb műanyag henger van, amelyeknek a tetejére különböző anyagok vannak felragasztva. A mellékelt kendő azért kell, hogy az épp játékban lévő gyermek szemét bekössék vele, s az illetőnek pusztán a tapintásával össze kellett párolnia a diafilm dobozkára emlékeztető elemeket. Ennyi az egész játék. Persze azért, ha kis időre is, de remekül lehet vele szórakozni. A különböző anyagokat nem is olyan egyszerű összepárolni, ahogy azt elsőre gondolnánk. Bevallom, rábukkanásom előtt még csak nem is hallottam erről a játékról. Aki pedig ismeri, annak kellemes nosztalgiázást kívánok. Sziasztok!